Erős várami Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapunkon a bevezető igével. Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyék váltakozása. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el a 327-es számú énekünket, majd keressük ki a 6-os számú énekverses liturgiát. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen.
örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőlem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hallgass meg imádságomat, és ne rejtsd el magadat könyörgésem elől. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Isten, kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk, de te megőrzöd azt, aki benned bízik. Árazd reánk gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, erőddel pedig meg is cselekedjük azt, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul rendelt. Megírva találjuk János evangéliumában, a 16. fejezetben, a 23. verstől a 27. versig a következőképpen. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom nektek,
De eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentől jöttem. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Az igére válaszképpen valljuk meg hitünket, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 87-es számú énekünket. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapra, az ige hirdetés alapigéjül kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt 1. levelében, a 2. fejezetben, az 1. verstől a 3. versig a következőképpen. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt. Amen. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A keresztény üldözés egyik korszakában egy uralkodó bezáratta a templomokat, aztán egy kis idő múlva egészen kétségbe esetten kiáltott fel: mit is tettem? Minden otthont templommá változtattam. Milyen jó is lenne, ha a bezárt templomajtók időszakát így vészelnénk át mi is. Több imádsággal, több könyörgéssel, talán többször és hosszabb ideig az Isten színe előtt megállva, értékes percekkel az ő jelenlétében. A reménységünk ez, hogy a nehéz helyzetből majd kikerülünk, és aztán lesznek olyan pozitívumok, amelyek emberi közösségeinket megerősítik, hitünket, lelkünket felemelik. Az imádság vasárnapja van ma, húsvét ünnepe utáni 5. vasárnapon. És ezen a vasárnapon Pál apostolnak a tanácsait, intelmeit olvashattuk, hallgathattuk, amelyet az ifjú Timóteusnak, a hamarosan gyülekezet élén álló vezetőnek ad. Ez a néhány rövid mondat az imádságnak az irányáról és a motivációjáról is szól hozzánk. Elsőként figyeljünk fel arra, hogy Pál apostol a gyülekezet vezető és minden hívő lelkére helyezi, hogy az imádság legyen a legfontosabb. Azaz ez álljon az első helyen, hiszen így fogalmazott: mindenek előtt, vagy másutt így is olvashatjuk a fordítást, elsősorban imádkozzatok. Pál lelkes tanítványai, az egykori munkatársak, a gyülekezet alapítók és tagok, persze lehet, hogy valami másfajta sorrendet állítottak volna fel szívesen. Mert könnyen ők is azt mondták, hogy igen, igen, fontos az ima, de talán fontosabb vagy hatékonyabb az, ha minél több időt szentelünk arra, hogy tanítsunk, hogy hirdessük az evangéliumot mindenkor, vagy talán mennyivel fontosabb az, hogy segítséget tudjunk nyújtani a betegeknek, a szegényeknek, a rászorulóknak. Napjainkban is sokszor ez a gondolat megkörnyékez bennünket, és az imádságot egyfajta otthoni csendességre bízzuk csupán. Pál azonban kiemeli: mindenek előtt az imádság, a könyörgés álljon az első helyen. De miért is gondolja ő ezt? Mert amikor a felsőbbségért, a világ vezetőiért imádkozik valaki, akkor azzal az Isten áldását kérjük az egész társadalomra, a jó rendre, mindannyiunk életére. Amikor a szenvedőkért, a betegekért és a gyászolókért könyörgünk, akkor őket is közelebb visszük az emberi és isteni segítségnyújtáshoz. És amikor hálát tudunk adni egészen személyesen azért, hogy egy-egy szerettünk meggyógyulhatott, hogy egy nehéz helyzet az életünkben megoldódott, akkor ez a hálaadás kifejezi azt, hogy nagyon jól tudjuk és határozottan valljuk,
hogy az Isten segítségével történik és történhet minden, ami személyes életünkben, itt a világ sorsában és a történelemben. Az imádságban nem csak én az ember beszélek az Istenhez, hanem meghallhatom, megérthetem az ő szavát is. És utána innét elindulva már a gondolataim és a cselekedeteimet az Isten szava vezetheti. Ezért mondhatja az apostol azt, hogy az imádság legyen mindenek előtt. Minden jó ötlet, minden szolgálattétel, minden buzgó igyekezet előtt. Az apostol négyféle szót is használ az első versben az imádságra. Így biztat, tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat. Az imádságainkban bizony van, amikor kérnünk és könyörögnünk kell. Van, amikor sokat esedezünk, hogy valamilyen bajból, betegségből, vagy nehéz helyzetből kimentsen bennünket a mindenható Isten. Ezekben a hetekben az életünket és magabiztosságunkat sarokba szorító járvány időszakában biztosan többször kértünk, többször könyörögtünk. Nem csak magunkért, szeretteinkért. Talán könyörögtünk ismerősökért és ismeretlenekért egyaránt. Az imádság, átélhettük így, az Isten ajándéka. Az, hogy beszélhetünk vele, hogy szólhatunk hozzá, és teljes bizalommal, bizonyossággal rábízhatjuk önmagunkat. Az imádság ajándék, és közben azt is érezzük, hogy a gyakorlása nem könnyű. Mert őszintén szólva, önmagunkért még csak-csak szót emelünk a mennyei atyához. Még kérünk, sokszor követelünk is, de a könyörgés minden emberért, ez a tanítás már sokszor túlmegy a mi lehetőségeinken és gondolatainkon. Könyörögjünk minden emberért. És miközben ezt a mondatot halljuk, bizony bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor személytelenné vagy elszürkölté válhat a mi imádságos életünk. Pedig a könyörgés minden emberért nem egy általánosságot jelent. Pontosan azt jelenti, hogy konkrétan igyekezünk végig gondolni és megfogalmazni, kiválasztani, kijelölni minél többeket, akikért és amikért imádkoznunk kell. A saját céljaink, szeretteink, barátaink, élete és egészsége, jóléte mellett ott áll a világi felsőbbség, akit itt az apostol kiemel, hogy jelezze, valóban mindenre ki kell, hogy terjedjen a mi imádságos figyelmünk. Jól példázza ezt egy történet, amely leírja, hogy egy asszony egyszer megállt gyermekkori templomának az udvarában, és a kapu közelében volt egy kis tábla, amelyre az arra járó emberek egy-egy imakérést kis cédulán elhelyezhettek. Felragasztották saját imádságaikat. Eszébe jutott ez az ígér, amelyet Pál apostol mondott. Könyörögjetek minden emberért. És közben azon gondolkodott, hogy vajon kiért kellene neki imádkozni. Olvasva a cédulákat, eszébe jutottak gyermek, fiatal, majd felnőtt korának imádságai és könyörgései. A heves fohászok a bajban, az örömök és csalódások az életében és az imádságaiban is. Végig gondolta, milyen nehéz is imádkozni. Nem csak a szeretteinkért, a ránk bízottakért, hanem azokért is, akik éppen fájdalmat vagy csalódást okoztak. Milyen nehéz imádkozni azért, aki megbántott bennünket, pedig Jézus tanítása erre is vonatkozott. Miközben leomlottak benne a falak, az Isten szeretete előtt megfogta az egész tömböt, amelyet oda helyeztek,
és csak írta egymás után az imáit. Imádkozott a szerettei után azokért, akikkel éppen találkozott. De imádkozott az ismeretlenekért, azokért, akikkel sohasem fog megismerkedni. És azokért is imádkozott, akik az ő szívének fájdalmat okoztak. Végül a papírtömb elfogyott, és örömmel tudott kilépni a templomból, kilépni az életébe, ezzel a hittel és bizonyossággal. Amikor az apostol tanítását halljuk, ezeket a mondatokat olvassuk a Timóteusi levélből, erre biztat bennünket ez az ige. Írjuk tele imádságaink lapjait. Legyen ez az első hívő életünkben. Mert az ilyen imádság az, amely nyugodt életet ajándékoz nekünk. Mert belesimulnak imáink az Isten akaratába. És ez az első eszközünk arra, hogy Isten akarata megvalósulhasson, amelyet az apostol a következő versben így fogalmaz meg. Az az ő akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Különleges lehetőségünk tehát, hogy imádkozhatunk, hogy Jézus nevében megszólíthatjuk a mennyei atyát, hogy a Jézustól tanult módon könyöröghetünk. Az ő ígéretében bízva bátran szóljunk hát, bátran szóljunk általa, ő vele együttmondva könyörgéseinket. Így szóljunk önmagunkért, gyülekezetünkért és az egész világért. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy gyermeki bizalommal őszintén fordulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy bátran rád bízzuk magunkat, gondjainkat. Bűnbánattal valljuk meg, hogy sokszor elfeledkezünk könyörgéseinkben a másik emberről, a körülöttünk lévő világról. Kérünk, add nekünk szent lelkedet, hogy az vezesse imádságainkat, hogy a te akaratod teljesüljön, és az üdvösségre elvezessen mindeneket. Amen. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy a püspöki tanács útmutatása szerint visszavonásig vasárnaponként a 7. TV és gyülekezetünk Facebook oldala közvetíti Isten tiszteleteinket 10 órai kezdettel. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Istenünk,
Te Jézus Krisztus által ígérted, hogy könyörgésünket meghallgatod. Kérünk, teljesítsd rajtunk is ígéretedet, amikor most hozzád fordulunk, és vezesd imádságainkat. Kérünk, Urunk, hogy elevenítsd meg hitünket szent lelkeddel, hogy imádságunk hitből fakadjon, és neked tetsző legyen. Bátoríts minket, hogy félelem és aggódalmaskodás nélkül vigyük eléd mindenkor önmagunk és e világ gondját. Könyörgünk egyházunkért, gyülekezetünkért és minden ember üdvösségéért. Emlékeztess minket legdrágább kincsünkre, az üdvösség ajándékára. Add, hogy a napi gondok és küzdelmek ne térítsenek el bennünket az előttünk lévő céltól. Vezetéseddel add, hogy a hívő közösségben ma is bátorítást, erőt és békességet találjunk. Segíts egymás terhét hordozni, örülni az örülőkkel, és sírni a sírókkal. Mindenható Istenünk, támogass bennünket szent lelkeddel, hogy életünk küzdelmeiben helytálljunk, szolgálatunkat betöltsük, és hogy ne hozzunk rá szégyent életünkkel, hanem szent neved dicsőségét és embertársaink javát szolgáljuk. Istenünk, könyörgünk betegeinkért, gondokkal küszködő testvéreinkért, minden szenvedőért. Eléd visszük az ismerősöket és ismeretleneket egyaránt. Eléd visszük mindazokat, akiket a járvány valamilyen formában sújt. Kérünk, te adj erőt az orvosoknak és ápolóknak. A te vigasztaló szereteted ölelje körül a betegséggel küzdőket és szeretteiket. Légy mindazokkal, akik testi vagy lelki szükséget szenvednek. Adj kenyeret az éhezőknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a szomorkodóknak, üdvösséget a halállal viaskodóknak. Hatalmadat és találékony szeretetedet mutasd meg a nehéz helyzetben a világnak. Kérünk, mennyei atyánk, add meg nekünk egyelmesen mindazt, amire nap mint nap szükségünk van. A mindennapi kenyeret, egészséget, munkát és munkánk eredményét. Láttasd meg velünk számtalan jó téteményedet. Mutasd meg szeretetedet, amikor most mindezeket veszélyeztetve látjuk. A világ sok aggódalma és nehézsége terheli ma a szívünket. Kérünk, légy velünk és adj bizalmat a szívünkbe, hogy a világ jó irányba haladhat. Szent lelked által. Hálát adunk ma neked sokak szolgálatáért és szeretetéért, amikor hivatásukkal embertársaik javát szolgálják kitartóan. Te áld meg és vezesd őket. Mindenható Istenünk, kérjük, hogy a te áldásod nyugodjon vezetőinken, hazánkon. Te adj bölcsességet mindazoknak, akiknek hatalmat adtál, hogy akaratot felismerjék és kövessék. Urunk, óvd meg a teremtett világot, amelyet te jónak és szépnek teremtettél, és teremts szeretetet az emberek között, és békességet az egész földön. Istenünk, te ismered szívünket, érted gondolatainkat, mielőtt megszólalnánk előtted. Hallgass meg most bennünket. Bocsásd meg bűneinket, és szent lelkeddel újítsd meg életünket, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében most együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
végezetül pedig fogadjuk mindannyian Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 86-os számú énekünket.